érdekes, fontos eh, infót a lapokból. Te mivel találkoztál? Hát fú, csopó, hát, morgószerdás hírekkel. Ja, jó, hiány. hát az is, hogy ne? Hát most itt hát, egy orom. úr. egyébként sajnos az ember így morgolódik, hergelődik, ugye. Van egy hír a g7.hu-n, ami azért érdekes, mert majd erről fogunk beszélgetni. Legalábbis ennek a, ez a témának ágyaz meg. Szigorú és dörzsölt hitelező Kína. Egy friss kutatás szerint írja a g7.hu. Az utóbbi években a világ legjelentősebb hivatalos hitelezőjévé vált Kína. A Kínai Állami Fejlesztési Bankok fejlődő világbeli hitelezése a Világbankéval és más regionális fejlesztési bankokéval vetekszik, kérlek szépen. Uh -huh. És hát elég érdekes, hogy. A kínai hitelszerződések a tanulmány szerint mit csinálnak, vagy mit ír, például az átlagnál szigorúbb titoktartási kötelezettséget írnak elő. Elég kemény kondíciókat, szűk újratárgyalási lehetőséget fogalmaznak meg, sokszor külpolitikai kitételeket is tartalmaznak. És egyes elemeikben pedig jobban hasonlítanak a piaci kereskedelmi banki hitelekre, mint a nemzetközi intézmények által nyújtott jellemzően a piacinál jobb kondíciókat ajánló hivatalos kölcsönökre. Hát mi is benne vagyunk egy pár ilyenben most már, úgyhogy ezért is érdekes talán ez a cikk a g7.hu-n. Aha. A napi.hu ma reggel azzal indul, hogy van egy kutatásuk, fős mintán készült a pózós kutatóval, közösen a kínai vakcina népszerűségét kutatták, és az oltásra hajlandó magyarok fele továbbra is elutasítja a kínai vakcinát, és akkor itt van egészen pontosan korcsoportokra lebontva, iskolázottságra lebontva, stb. stb. De szomorú adatként kiderül az is ebből a felmérésből, hogy 15 százalék, 1 millió ember, ha kivetítjük nyilván a mintából, állítja azt, hogy ő továbbra is semmilyen oltást nem akar elfogadni. Igen, de a legrosszabb az egészben é, és miközben itt uh, a tudományos világszereplői fölháborodottan kommentálják ezt a bizonyos uh, semmire sem jó uh, és a kormány által bedobott adatsort uh, sőt a sőt, sőt igen igen sőt a telex uh, tegnapi cikke tegnapi cikke. Kiből az derül ki, hogyha mondjuk csak annyit teszünk, hogy idősort is társítunk ahhoz, hogy melyik vakcina második dózisának beadása után mennyi betegség, illetve mennyi beteg, hányan betegedtek meg koronavírustól, illetve hány haláleset történt, és ha ezt csak nem darabra nézzük, ahogy megjelent, hanem azt is figyelembe veszük egész egyszerűen, hogy mennyi ideig, melyikkel, mennyit adtak be az adott vakcinából, illetve mennyi ideig gól, mikor kezdték az oltásokat, az időtényevőt is figyelembe veszük, azzal az egyszerű adattól korrigáljuk, amit egyébként hazafelé, itt, itthon nem jelentenek le, de az európai a gyógyszer ügynökség felé igen, akkor pont az jön ki, hogy a legkevésbé hatásosnak tűnik ez igen. alapján a kínai, Mert de, de, ez alap, de, de de még mindig kevés a... volt, hogy ki, kinek adták be ugye a kínai vakciát. Igen, és akkor az még nincs figyelembe véve, igen, igen, igen. igen. Mert még lehet, azzal is nyilván azt is figyelembe kéne venni, hogy a korcsoportonként, meg a krónikusok kapták az asztrát, a kínait, meg nem, stb. 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 De mindegy, az érdekes még, hogy arról viszont kevés híresik érdekes módon, hogy most itt egy óriási váltás volt az elmúlt két napon, Mostantól lényegében mindenki, aki kéri, kaphatott valamilyen oltást, tehát a kínai utal érte magát. És tegnap tényleg kíváncsiságból bementem megnézni ezt a foglalási rendszert, és az látszik, hogy hegyekben, hatalmas kupacokban állnak. Tehát a több vidéki városban több ezer hely van még a mai napra ebben a oltási rendszerben. Tehát nem fogy el a kínai. Tehát mostantól a kínai, azt utána dobják. E, átfordult eddig, múlt hétig azért az emberek Igen. vártak a vakcinára, mostantól ez átfordult, és éppen ezért megmosolyogtató például e, a cégeknek a bejelentése, tehát több nagy cég is e, bejelentette, hogy óriá, hogy ők elkezdtik oltani a saját dolgozóikat, e, volt, aki a Moll és a Richter azt is elmondta, hogy kínaival oltópontot létesítenek, és ez milyen jó dolog, hát a, ez nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az állam már nem tudja eloltani, és megkérte a cégeket, hogy segítsen benne, és ezt úgy kommunikálják, mintha valami óriási esemény és eredmény lenne, hogy ők a dolgozók. Hát még egy hónappal ezelőtt ez tök nagy hír lett volna, de most azért eléggé visszás, és mintha hülyének néznének, úgy érzem ezt a siker propagandát, mármint így a cégek részéről is, hogy ők aztán most beszálltak ebbe a kampányba. Hát igen, ha beszálltak volna, meg ha kaptak volna, Hetekkel ezelőtt akkor mondjuk ez hírértékű lett volna. Mindegy, azért nagyon fontos ez a mostani pillanat, mert mostantól bárki beoltathatja magát, illetve ha mondhatjuk úgy, hogy második szakaszban vagyunk, amikor um, aki válogat, annak még nem jut bármi, de uh, kínai az biztos, hogy jut, és mostantól kezdve egy új kérdés merül föl. Mit csinál az állam azzal az iszonyatos mennyiségű kínai vakcinával, ami nem kell az embereknek? De erről majd szerintem a következő napokban, hetekben még biztos. Hát igen, lesz majd megnézzük Úgyhogy... a Gyorsan még morogjunk egy párat. Morogjunk! À, figyelj, az egyik az, hogy végül is nyilvánvaló volt, hogy meg fog történni, de megtörtént. Ugye elkezdődött az a közvagyon alapítványokba szervezése, amit Igen. megszavaztak végül Igen. is. A parlamentben ehhez egyébként segítség is kellett, de minden esetre a javaslat szövegében a jogalkotó nem is rejtette véka alá, hogy a cél az alapítványok mindenkori kormánytól való függetlenségének biztosítása amit ugye a Telex úgy fogalmaz, hogy egy évvel a 2022-es választások előtt nehéz máshogy értelmezni, mint hogy arra készülnek, hogyha egy esetleges vereség van, akkor fontos pozíciókat megőrizhessenek. Ez egy politikai kommentár már a cikkben, de minden esetre például a Telexen is olvasható ez, illetve... Igen, a jogi hátteréről a múlt héten beszéltünk, és igen. Igen, várható volt, hogy megszavazzák, úgyhogy oda utalhatunk vissza. És a 24.hu és a Telex is beszámolta arról, ami egy sokak számára szomorú esemény, azt a műemlékvédettség alatt álló épületet, amiről ugye az első kerület önkormányzata látványosan, gyorsan lemondott, azt most luxus ingatlanná alakítják át ugye a Budai Várban álló Fortuna utcai épületről van szó, luxus lakóházzá alakítják át, ez a Karmelitától pár száz méterre lévő ház, nettó 800 négyzetmétert lehet beépíteni, az épületbe szivar és moziszoba is kerül, a 67 négyzetméteres nappali mellé borospince, üvegfalal elválasztott temperált bortrezor, és a többi, és a többi. A Fortuna utca épülethez Tibor Cistván cége, az IBC vagy IBC Real Estate KFT 2019-ben jutott hozzá 370 millió forintért, miután az első kerület önkormányzata elég gyorsan lemondott az elővásárlási jogáról, amikor jelezték a vételi szándékukat. A 24 pont egyébként azt írja, hogy a Fideszes többségű Nagy Gábor Tamás vezette önkormányzat egy hét alatt döntött az ügyben az előkészítéstől számítva. Um, hát ez van, egy műemlékvédettségű házról van szó. Uh -huh. Na, gyorsan fussuk át akkor még a tőzsdét. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát Európában vörösbe buktak az indexek, de a Budapesti értéktőzsde pedig kis forgalom mellett, ugyan de pozitívan zárt, közben az olajár, tovább emelkedett, és az van a sajtóban, hogy a termeléskorlátozási kvóták fokozatos kivezetéséről majd az OPEC plusz következő miniszteri találkozóját előkészítő bizottság dönteni fog, úgyhogy az olajnak ebből szempontból jó híre van. Minden esetre 0,2%-os emelkedés volt a Bétem, 7 milliárdos forgalomban, úgyhogy a MOL 4 forinttal lett olcsóbb az OTP 15 forinttal erősödött, a Magyar telekomára, ára 1 forinttal nőtt, a Richter papírok ára pedig 40 forinttal emelkedett, és a forgalom tekintetében az OTP vitte a Primet 3,4 milliárddal, utána jött a Richter 1,6 milliárddal. Hát azért is, azért sem hagytunk ön túl sok időt erre, mert Dow Jones 1 százalék plusz, S&P 2 százalék mínusz. Jó, a Nasdaq ehhez képest egy igazgalmatlan zakót produkált a három os negatív irányú elmozdulásával, de szerintem ezzel jól érzékeltettük, hogy mennyire izgalmas volt az amerikai tőzsdei kereskedés. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Nos, jönnek a hírek. Kitől is? Szerintem a schmidt van ma reggel. Én úgy tapasztaltam, de mindjárt megnézem, hogy ki van. Aha, igen, úgy tűnik, milyen schmidt -Andy. A hírek után természetesen folytatjuk. Várjuk a további üzeneteiteket, észrevételeiteket 06 30 20 10 9 es a megszokott SMS Viber és WhatsApp számunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek